Top 10 legdrágább dolog, ami Dwayne Johnsonnak van. Maradjatok vele! Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és itt is lennék egy újabb videósorozattal, ami kicsit eltér a fitness témától, viszont szórakoztató jellegű, szintén is nagyon érdekes témájú videó. Mint tudjátok, Dwayne Johnsonról már csináltam videót, pontosabban az életéről, színészi pályafutásáról, úgyhogy ebben a videóban, hát át is beszélnénk, hogy mi van Dwayne Johnsonnak, ami hát az emberek 99,99%-ának nincs. Na vágjunk is bele. Első, legfontosabb, saját konditerme van a faszinak. Így van. Otthonában van egy saját konditerem a legújabb gépekkel, legújabb felszerelésekkel, de most ez érthető is, ugyanis nyilvánvalóan a legtöbb filmszerephez kell az, hogy átalakuljon, hízzon éppen, vagy fogjon, inkább hízzon, vagy inkább súlyt tartson. Tehát kőkeményen kell gyúrnia a filmszerep kedvéért. A Skorpió király szerepéért is ugye rengeteget edzett, és hát valljuk be, akárhányszor látjuk őt a film vásznon, mindig jó formát hoz, mindig izmos, kigyúrt, és még ahhoz képest, hogy hány kiló, ahhoz képest még szálkás is. Ezt a konditermet amúgy vasparadicsomnak hívja Dwayne, és hát az edzése mellett ugye kőkemény diétán van a faszi egész évben, hogy izmot építsen. Az egyik legsűrűbben vett dolog az a tőkehal. Elég olcsón tudja megszerezni, ugyanis évente 363 kg-ot vesz, és ha jól tudom, pár dollárba kerül fél kiló. Évente, hát durván egy ilyen 4-500 ezer forintot költ csak a tőkehalra. A második dolog, ami neki van, az egy Ford F150-es. A sok luxusautó közül ez a kocsi meghaladja 30 millió forintot, és ebben nincsen benne az egyéb kiegészítő, amit még extrán ráköltött, ami kell a kocsijába, különleges bőrülés, stb. Stb. Úgyhogy ez egyik kocsija a sok luxus kocsi közül. Ez nem mondható amúgy luxus autónak a többihez képest, ugyanis a harmadik dolog, ami neki van, az egy Pagani sportkocsi, és amit látjátok, nem néz ki rosszul ez a kocsi, ez egy 376 milliós autó amúgy, és mindössze csak 100 darab készült belőle a világon, és egy darab az övé. Na most Dwayne azt mondja, hogy nagyon jól néz ki ez a kocsi kívülről, viszont belülről kényelmetlen, ugyanis hát Dwayne kicsikét hatalmas, és alig fér bele a kocsiba, de néha-néha megjelenni vele egész jó. Ha már sportkocsikról beszélünk, és hogyha már szűk, semmi gond, itt jön a negyedik dolog, egy Ella Ferrari, így van, Ella Ferrari-t vett a faszi, hát igazából egy 950 lóerős autóról beszélünk, és ez a kocsi amúgy 607 millió forinttól egészen 926 millió forintig terjed. Tehát kicsikét drága mulatság, hiába kényelmetlen, de megvette azért ezt is. Ötödik, most jön az egyik kedvence, egy Rolls Royce. Ez a típusú Rolls Royce amúgy egy ilyen 150-160 millió forintig terjed, viszont ő ezt valami aukción vásárolta, hiper szuper jó áron, 92 millió forintért, azért az egyik kedvenc kocsija, mert kényelmes és belefér. A hatodik kérem szépen, egy privát Gulfstream repülőgép, így van, privát géppel repked Dwayne Johnson, mint tudjuk, ez szerintem nem meglepő, ahol kényelemben érzi magát, séfek főznek rá, bármilyen kaját megcsinálnak neki, és igazából van ágya is ott, mindene megvan azon a gépen, úgyhogy hát nem is unatkozik a faszig, és valljuk be azért, hát nem egy fapados járat. Na most ez a gép, kérem szépen, 18 milliárd 816 millió forintba került, ami azért nem olcsó, annak azért a 10%-át, hogyha átutalnám már szerintem bárki jól élne belőle, na de mindegy is, haladjunk a hetedikre. Hetedik, kérem szépen, a legtöbb férfi álma, Rolex óra. Így van, de nem akármilyen Rolex óra, ebből neki kettő van, a régebbi fajta az csak 5 millió forint volt, ez pedig kérem szépen a duplája 10 millió forint volt. Hihetetlen jól néz ki ez az óra, nagyon jó, de ez olyan dolog, amit ennyi pénzért kevesen engedhetnek meg, de Dwayne Johnson tehetős, úgyhogy ő megengedheti. A nyolcadik, kérem szépen, a lakása, háza Floridában, hogyha jól tudom, kérem szépen ez egy másfél milliárd forintnyi összegű
ház, és ez csak a ház maga, tehát ebben nincsen benne még a konditerem, meg ezek, ez csak a ház maga, 5 hálószoba van benne, és a garázs az akkora, hogy 6 kocsi elfér benne, ami neki eléggé szükséges, mert amint hallottuk, hát elég sok kocsia van, és ez még csak a kezdet, mert valószínűleg ezeken kívül még fog venni pár újat is, hogyha megtetszik neki esetleg pár új. Amúgy a ház maga 1207 négyzetméter, és most nem az udvarral együtt, ez csak a ház belseje, úgy ahogy van. Ami azért, gyerekek, nem rossz. 9. kérem szépen, rászabott öltönyök és ruhák. Most Dwayne Johnson nem azt csinálja, hogy elmegy vásárolni, és akkor vesz, nem tudom, ruhát Houndenbe, vagy a C-undába, vagy bárhol, hanem szimplán az összes ruha, amit ő talál, az kicsi rá, úgyhogy személyre szabottan kéri, tehát magára varják a ruhát, rengeteg ember dolgozik, hogy csinál neki ruhát, és nem pár ezer forintos ruhákról beszélünk, hanem több millió forintos, több 10 millió forintos öltönyökről, amit rászabnak, ami hát majdnem minden héten elszakar, ugyanis gyúr a faszi, és hát mondhatni, hogy a mellénél mindig szétszakar, vagy a vállánál, úgyhogy azt nyilvánvalóan bele kell kalkulálni, hogy ezeket a ruhákat hétről hétre cserélik, illetve javítják és varják újra. És a 10. egy hatalmas farmja van tele lovakkal és kvadokkal, ahol igazából hétvégenként, hogyha van ideje és hogyha nem dolgozik feltéve, akkor kikapcsolódik, megy, lovagol, kvadozik, és pár órát eltölt, vagy pár napot eltölt ezen a kis farmon, ahol teljesen megnyugszik, egy külvárosban, mindenkitől távol. Köszönöm szépen a figyelmet, tetszett a videó, informatív volt és szórakoztató, akkor nagyon szépen kérek mindenkit, hogy csapassatok rá egy lájkot, osszátok meg, és írjátok a kommentbe, hogy mit gondoltok, ti hogy látjátok ezeket, és hogyha választanotok kellene a 10 dologból, melyiket fogadnátok el Dwayne Johnsontól, hogyha iradnál drága. Ha személyre szabott edzéstervet, vagy étkezési tervet szeretnétek, akkor látogassatok el a weboldalamra, ami az aranytaliprofizik.hu. Most már van Skype beszélgetés, online személyedzés, találkozz velem szolgáltatásom is, úgyhogy mindenképpen csekkoljátok őket le. Kövessetek Instagramon, aranytaliprofizik a nevem, hogy láthassátok posztjaimat, akcióimat edzéstervekre és étkezési tervekre is. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Ádám voltam, iratkozzatok fel, légy szíves. Peace!